hogy kell elképzelni egy családi összejövetet nálatok? Milyen az, amikor kepeség összeülnek valami nagy esemény alkalmából, vagy most például, hogy hazajön az egyik lányod? Nálatok van ilyenkor a buli? Igen, de a család egy része az most még mindig külföldön van, tehát karácsony az, amikor összegyűjtjük a világ különböző tájáról a gyerekeket, és akkor együtt vagyunk. És akkor hányan vagytok? Hát ilyen 20x. És te főzöl? Én is, meg a feleségem is, tehát ilyenkor együtt szoktunk általában főzni. A mai vásárlásnál az a lista, az a te listád, vagy az ő általa írt lista ezt volt? Ő kérte ezt a listát, mert hogy fácánlevest akar csinálni, és hogy a húsleveshez ezek a zöldségek kellettek, és hát ebből nagyon szép darabokat sikerült vásárolni, tehát nagyon fontos része voltam ennek a főzésnek. Világos, ha mondjuk karácsonykor összejöttök, akkor van valami liturgia, van valami menetrendje a karácsonyozásnak? Vagy ez mindig, ahogy jön? Úgy szokott alakulni, hogy 24-én akkor a legszűkebb családommal vagyok együtt, ami azt jelenti, hogy ugye a harmadik házasságom és az abból származó gyerekek, mert hogy a többiek azok meg elmennek a különböző anyukájukhoz, meg a saját rokonsághoz. És akkor 25-én akkor van viszont egy nagy családi karácsony, akkor mindenki nálunk van. Olyankor még át szokott jönni a második feleségem is, akikkel ugye közös gyerekeim vannak, és hát akkor ilyen tényleg meg a gyerekeknek a hozzátartozója, a barátja, a férje, gyereke. Mindenkit ismersz, ilyen, felismersz mindenkit. Igen. Ebben a tömegben tudod. Az az érdekes egyébként, hogy a nővéremnek is nagyon sok gyereke és unokája van, és olyankor, amikor náluk van az év végén az összejövetel, akkor ott viszont be kell mindenkinek mutatkozni. És akkor én szoktam ilyen műsorvezetőként elmondani a kicsiknek, hogy tudjátok, hogy ő kicsoda, rázzák a fejüket, nem tudják, no idea. Akkor el kell mondani nekik, úgyhogy most már egyébként olyan sokan vagyunk, hogy lakásban nem is tudunk olyankor összejönni, hanem a Szent István Parkban jön össze a társaság, és mindenki viszi a kis elemózsiát, és télen beöltözve ott vagyunk, de akkor már 50-60-an ez a szűk család, és akkor ott a Szent István Parkban zajlik a buli, és nyáron, amikor hazajönnek, akik külföldén élnek, akkor szintén a Szent István Parkban van, de akkor ezt úgy szokták hívni, hogy Pót Karácsony és Pót Szilveszter. Tehát ha sokan vannak a Szent István Parkban, akkor kepesek ott vannak. Igen, biztos. Igen, okay. Igen.